A Szarvasi Vízi Színházban vagyunk, és ismét Huzella Péterrel beszélgetünk. Most milyen izgalmakat ígér a nézőknek, a gyermekeknek? Hát a nézőknek semmi izgalmat, én fogok izgulni, hogy minden jó sikerüljön. A nézők egy olyan műsort hallanak, amit még sose hallhattak, mert ezt azokból a dalokból rakom össze, amik aktuálisak, amiket legjobban szeretek mostanában, de persze gyerekdalok. Garbonciás Péterként. Igen, Garbonciás Péter, ez a Dalnok Vándor, ezt Zalán Tibor találta ki. A figurát is nekem, a Garbonciás Péter című dalt is ő szerezte a verset nekem, úgyhogy az egész figura egy vándorló fiatalember, amikor ezt elkezdte, egy fiatalember volt, és ez a bácsi jön-megy a világban, ennek gyerekei vannak, unokái vannak, állatai vannak, és találkozik olyan problémákkal és olyan helyzetekbe kerül, mint minden más hétköznapi ember, és ezekben néha belebotlik, néha rosszul dönt, és ilyenkor a gyerekek segítenek. Ilyenkor ők megmondják, hogy mi a jó megoldás. Ha elfelejtek egy refrént, akkor beéneklik helyettem. Ha hirtelen nem tudom, hogy hány madár volt a dalban, akkor ők összeszámolják és megmondják. Szóval ők maguktól aktivizálódnak, és erre sose kell őket kérni, ez a legjobb. Mióta dolgozik egyébként Zalán Tiborral együtt? 1989 karácsonyán kértem meg arra, hogy írjon nekem ballada szövegeket, mert nem volt nekem elég a verséneklés a kalákában, és akkor össze is barátkoztunk, nagyon, nagyon mély barátság lett, és akkor írt nekem szövegeket, és akkor közös dalokat írunk azóta is, közösen írunk dalokat, de a gyerek dologban, gyerek műfajban én nem akartam, akkor még a kalákában játszottam, nem akartam gyerekeknek játszani kalákán kívül, de éppen az ővele közösen írt balladákat szerettem volna a gyerekszínházban, a Arany János gyerekszínházban játszani, és az igazgató Metzner János azt kérdezte, hogy te figyelj Péter, ez azért nem a mi profilunk, de nincs egy önálló gyerekprogramod? És akkor én azt hazudtam, hogy van. És nem volt. És akkor mondtam Tibornak, hogy Tibor, villám gyorsan kell, össze kell valamit állítanunk, és ki kell találni valamit. És azt mondja, hogy legyen ez a Garbonciás Péter. És ez olyan jó találmány, hogy azóta az életem megváltozott, mert azóta önálló tévéműsorom is volt, ugye az is ezen alapult, és hát sokkal több a gyerekeknek szánt fellépés, mint a felnőtt buli, de hát ez mindenki így van ma már. Altatja a kicsiket, na, akkor most végre olvasni fogok. A negyedik oldalnál tartok, 3 hete próbálok tovább jutni ebben a könyvben, de nem sikerül. Na majd most leülök a fotelbe, fölteszem az ókulámat, kezdek olvasni. Engem is elandalít lassacskán ez a dal, mert olyan gyönyörűen énekel a legnagyobbik a gyerekszobában. Csia, csicsi, a rózsa, csicsi, a májba. Csia, csicsi, a rózsa, csicsi, a májba. Hát a szemüveg a mellemen már, könyv a földön. Én meg lecsúszva alszom a fotelben, ebből se lesz váma már olvasás. De semmi baj, mert a legnagyobbik szépen fújja halkan az altatót. Csia, csicsi, a húzsa, csicsi, a májva. Csia, csicsi, a rózsa, csicsi, a májva. Hol lepte úton, csillag lepte úton, két kutya pullog, köves szeles úton. Csia, csicsi, a rózsa, csicsi, a májva. Csia, csicsi, a rózsa, csicsi, a májva. A nagyfülű kutya kérdi, rózsa, rózsa, mit csinál? A nagyon rúgó kutya kérdi, májva, májva, mit csinál? Rózsa száll, májva száll, kék gyöngyöt tesz bársonytokba, addig jó, míg szundikál. Csia, csicsi, a rózsa, csicsi, a májva. És lassacskán alusztak a gyerekek, ugye, ugye? Alusznak a gyerekek az ágyukban, alszik a kutya a küszöbön, alszik a bacska a kemencepatkál, alusznak az egerek a falban, alusznak a lányok, alusznak a fiúk, megjegyzem, a lányok szépeket álmodnak, mert hiszen nappal ők jól viselkednek.
mi ugye fiúk, rosszakat álmodunk. Az, hogy ez ilyen jól sikerült, azért ehhez az kell, hogy önt igazán jól ismerje Zalán Tibor. Igen. Így van, így van. Ma már nem is kellenek neki zenei ötletek ahhoz, hogy nekem dalt írjon. Úgyhogy ha meglep egy szöveggel, akkor ő azt pontosan tudja, hogy nekem írja. És akkor nekem szánt szöveget éneklek. És akkor azt ugyanúgy meg kell zenésíteni, mint egy verset, de mivel dalszövegnek írja, sokkal könnyebb dolgom van. Egyébként ezeket a dalszövegeket rögtön magáénak érzi, vagy esetleg közös a munka oly szempontból, oly tekintetben, hogy esetleg ön is beleszólhat a szövegekbe, vagy ön teljesen rábízza magát Zalán Tiborra? Én szeretnék mindig beleszólni, és bele is szólok, és mire ő azt mondja, hogy old meg. Úgyhogy ő nem hagyja, hogy az ember beleszóljon, de én ebben a műsorban, itt a mai műsorban rengeteg más költőversét is éneklem, úgyhogy itt a Tiborral csak kezdek, zárok, illetve van még egy-két zalános szöveg is és vers is, hiszen ő is rengeteg gyerekverset is ír. Tehát ilyenek, de ezek itt versek, ez mind-mind gyerekvers. Milyen versek lesznek ezek, azon túlmenően persze, hogy gyermekvers? Hát Vörös Sándor, Kányádi Sándor, Galántai Csaba, Tóth Krisztina, Zalán, most Nemes Nagy Ágnes, nem is tudom felsorolni, rengetegen, főleg az én korosztályom, tehát akikre én felnéztem, és akikkel én egy évszázadban töltöttem életem nagyobbik részét, vagyis a 20. vége fel, második felében, főleg ők, de a fiatalok, a nálam jóval fiatalabbakkal is jó a viszonyom, ilyen Tóth Krisztina és mások is. A nagyon fiatalokkal még nem kerültem olyan kapcsolatba, de ők sem nagyon keresik az én társaságomat, mert azért én egy másik generáció vagyok számukra, és ott már ők egy újabb zenei stílust várnak el, amiben ők nőttek bele. Úgyhogy ez egy természetes. A művészek, a színészek, a zenészek mind-mind azt mondják, hogy a gyermekközönség a leghálásabb nézősereg. Ez valóban így van, hiszen ugye ők még őszinték, ők még úgymond mernek beleszólni magába a történetbe, ahogy ön is mondja. De vajon ezekre a reakciókra figyelni a művésznek mennyire nehéz? Semennyire. Ezek természetes reakciók, szóval én nem kérek tőlük semmi különöset, és azt ők hozzák, és mindig. De én megfordítanám ezt, mert inkább azt mondanám, hogy a leghálátlanabb közönség. Mert amíg az ember jól játszik, nem csoda, hogy jó a közönség, de lazítson az ember egy percre, és azonnal felborul a rend, mert ők azt nem bírják elviselni, hogyha valami nem jó. Úgyhogy nagyon résen kell lenni. Tehát hálásak akkor, ha jól játszunk, és azonnal hálátlanok, hogyha becsúszik valami hiba. Tehát unalmasnak aztán nem lehet lenni. Úgyhogy nagyon résen kell lenni, és ez az embert nagyon inspirálja, mert én se unhatom magam. Én nekem is szórakozni kell közben, nekem is jó kell érezni magam, hogy átjöjjön, és ők is jól érezzék magukat. Úgyhogy ez csak így megy. Előadásai során egyébként a Dalnok Vándor észreveszi, hogy a gyermekek ismerik-e az adott verset, az adott dallamot, magával ragadja őket? Hogyne, persze, egy csomó lesz. Ma is egy olyan dal, amit minden óvodás tanul, egy károlyami vers, mindegyik tudja, nem is kell kérnem, hogy énekeljenek. Egyszer csak elhallgatok, és maguktól folytatják. Úgyhogy ez persze, hogy észreveszem, és ez nagyon nagy öröm. Hát ugrik oda én poroszkál, ám az itt a nagyon kunta térülnek a visszaútra. Megfordultak a récén, Nikodén az első, most már a második, most is. Honnan tudtátok? Aki eddig elől jár, hátul battyom, Leonár. Ám az itt a nagyon kunta térülnek a visszaútra, és megint megfordultak a récén. Három récen megy a régre, Leonár áll itt az élre, második úr büszkén. Hátul Nikodén poroszkál, ám az itt a nagy kutat érnek a visszaúra, és megint megfordultak a récék, itt pedig már szinte beleszédültem, és pedig erre szerettem volna jönni, de észrevettem, hogy a kedvenc sárga virágom ott nőtt a mező túlsó végébe. Na és arra iramodtam, na ez egy kicsit túlzás, nem iramodtam, sétálgattam arra felé. És tudjátok-e, melyik az én kedvenc sárga virágom? Na, nem a nárcisz. A pippang, azt most hagyjuk, az egy ipari növény, jó? A pippangot talán ne. Pipacs az nem sárga. Micsoda? Boglárka?
szeretet, napraforgó, az a... Nem a napraforgó, az is inkább az ipari növények közé tartozik. Jó, hogy nem kutya kell, meg ilyesmi. Nem tudjátok, hogy melyik a kedvenc sárga világom? Semmi baj. Jó. Kicsit vagyok csak szomorú, de Kányádi Sándor bácsi tudja, írt róla verset, nem nekem, hanem mindenki megzenésítette, vagyis mindenkiéhez a vers, de nem volt hozzá refrén. És én fölhívtam telefonon, hogy Sándor bátyám, lehetne-e az első két sorból refrént csinálni? És ő azt mondta, hogy lehet. És ez kimondta. Igen, köszönöm szépen. És ez bizony a Somvirág. És a refrént, az első két sorból írt refrént, szerintem mindenki tudja velem fújni. Mert az összes Somvirág nagyon hasonló. Meg az összes dal nagyon hasonló, úgyhogy szerintem, még ha nem az enyémet ismeritek, akkor is tudjátok velem énekelni. Somvirág, somvirág, aranysárga a világ, kapott fű, kapott szó, virágulni volna jó. Vagy mégsem tudjátok? Somvirág, somvirág, aranysárga a világ, kapott fű, kapott szó, virágulni volna jó. Fűszasinkot faragni, fűszalóval lovazni, fűszalóval kocogva, fűszasinkkal tudogva. Jön a Somvirág újra, ki fújja velem? Somvirág, somvirág, aranysárga a világ, kapuk fű, kapuk szó, kirándulni volna jó. Most megint így jövök. Átondokról által, háton háti zsákkal, menni, mendegélni, este hazatérni. Most megint így jött, tök a Somvirággal, de most úgy énekeljük, hogy zenészek úgy mondják, fortissimo, magunk között, ahogy a torkunkról kifér. Somvirág, somvirág, aranysága a világ, kapuk fű, kapuk szó, kirándulni volna jó. Most pianissimo, hogy ő meg ne ijedjen. Somvirág, somvirág, aranysága a világ, kapuk fű, kapuk szó, kirándulni volna jó. Átomokról által, háton hátizsákkal fel tudsz kelni? Menni, mendegélni, este hazatérni. Sok világgal, kapuk fűvel, kapuk szóval, tele színvel, sok világgal. Kapuk fűvel, kapuk szóval, tele színvel. Amikor ilyen táncosunk van, akkor muszáj énekelni. Sok világgal, kapuk fűvel, kapuk szóval, tele színvel. Tapsoljuk meg őt! Nagyon szép volt! Köszönjük szépen! És már közeledik is a színpad közepe felé. Csak ne takarj majd, jó? Jó?